jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Széllel szemben adása, és most aztán igazán a Széllel szembe kell menni. És aki itt mellettem ül, dr. Kalmár Mendel Gergely, genetikus, tehát igazán növénygenetikus, igazán rá kéne most figyelni, és nem az összes csatornát lesni, hogy vajon mit mondanak. Szeretettel köszöntelek, Gergely, és azért jöttél be a stúdióba, mert úgy döntöttünk mind a ketten, sőt többen is, hogy nagyon nagy baj van most jelenleg az országunkban, méghozzá, hát ugye ezt mindenki sejti, hogy mi a legnagyobb baj. Mit mondasz, tehát megállapodtunk abban, hogy gyakorlatilag egyetlen egy segítsége van ma az embernek, ha az immunrendszerét teljesen feltornázza és topra viszi. Ha megosztanád velünk a gondolataidat, azt nagyon megköszönném. Hát köszönöm a kérdést, mert gyakorlatilag egy olyan problémakörbe került az emberiség, a Földdel együtt, mert egy az egység, hogy a teremtésnek a törvényeit nem vettük figyelembe az elmúlt évszázadokban. Ez egy rendkívül komoly terület. A teremtés az egy. Tehát ahogy le vagyon írva a Bibliában az első oldalon, azokat olvass el mindenki és próbálja értelmezni, mert fantasztikus. Tehát kezdetben, tehát az élőlények között először a növények voltak. És mi a növényeket megaláztuk. Genetikailag szétszedtük, hibridizáltuk, manipuláltuk, mindenféle trükköt bevetettünk, hogy tönkretegyük azt a eredeti génállományt, amivel megteremtődtek. A növény és az ember a kultúrnövényekre értve egyek, tehát össze vagyunk kötve velük. A régi parasztemberek pontosan tudták, mikor mit kell tenni velük, és megvolt az eredménye, mert tele voltak az ember számára szükséges anyagokkal. Nem csak a fehérje keményítő rendszerekre gondolok itt, hanem a vitaminok, ásványi anyagok. És ez táplálta az embert, és mindig egy picit visszaigazította a teremtés első pillanatához. Ez a legfontosabb. Ha most végignézzük a mai termesztett növényeket, megdöbbentő, hogy gyakorlatilag ezek szénhidrát termelő, fehérje termelő, haszontalan növények, mert a keményítő tartalmuk is tragikusan változott, a fehérje még nagyobb gondot jelentett, ugyanis aminósabb szekvenciákba térnek el teljesen a régitől. Tehát vannak olyan növények, amelyek ma, hát idézőjelbe tett növény, mert már át van alakítva, hogy nem termel metionin aminósavat. Metionin nélkül pedig nincs állati, emberi élet tovább. De ezt Rudolf Steiner 100 évvel ezelőtt szépen elmondta, hogy lesznek ilyen növények, hogy nem lesz bennük kéntartalmú aminósav. És meglett. Most ő nem biokémikus volt, Rudolf Steiner, ő a szellemiség útján haladt. Tehát ahogy ő meg mi feltételezzük, és egyre nyilvánvalóbb, hogy az embereknek van szellemisége, úgy a növényeknek is van. De hát nem csak szellemiségünk van, Gergely, hanem lelkünk is van. Tehát gyakorlatilag a ma élő ember be van szorítva egy inkarnációba, hogy ma élünk, egyszer élünk, és akkor mindent halmozunk és gyűjtögessünk. Tehát gyakorlatilag sem spirituális indítása. Ha valaki azt mondja, hogy imádkozzatok, akkor kinevetik. Tehát őrület, hogy mennyire eltorzult ez az egész minden hát, az őseinkkel szemben. Hát így van, mert a szellemiség az egy teljesen más fogalom. Nem keverendő a lelkiséggel, mert a lélek az az életműködésnek a megnyilvánulása.
a lélegzés szóhoz kötődik a magyarba, és ha megnézzük a bibliákat, amelyeket görögről latinra fordítottak az országok nyelveire, egyedül a magyarban van a Szent Szellem helyett Szent Lélek van fordítva. Ez egy nagyon nagy torzítás. Tudnélik, az embert a szellemiséget teszi. Én ma is jöttem az úton, mindenütt úthálózat, több a kamion, mint a személykocsi, hatalmas gépek. Ezeket mi alkottuk, ezek a puha testű, felépítésű emberek. És romboljuk vele az egész föld nevezetű golyópist. Tehát a szellemiség felé kellene menni, és a növényeknek is látjuk Rudolf Steiner tanítása szerint, hogy van szellemiségük. Nekik csoportszellemük van eltérően az embertől, és az embereknél is megpróbáljuk ezt elérni, hogy csoportszellemiség legyen, mint hajdanába, akkor tudunk 1000 tonnás súlyokat mozgatni. De hát ez még odébb van, mert a ráció, ami az agyban van, megakadályoz mindent. Tehát az agyon keresztül lehet benyúlni az emberi életbe. Ha meghatározzák az orvosok, hogy 100-120 maximum az emberi élet tartama, akkor az agy ezt veszi, és próbálja ezt teljesíteni. De nem ennyi az emberi élet, gyakorlatilag a szellemünk végtelen, a testi megnyilvánulásunk is hajdanába az ősíratok szerint 1000 évekig vagy 100 évekig tartott egyes csoportoknál. Hova veszítettük el ezt? Ez itt a nagy kérdés. Na most a mi rendszerünkbe próbáljuk a régi növényeket rekonstruálni. Mégpedig úgy, hogy semmi se tűnt el. Tehát a teremtő mindent kis zsebekbe megőriz. De jó. Ez nagyon jó. És ebből el tudjuk újra indítani azt a növényt, amely az ember számára lett teremtve. És akkor ezekkel a pici dolgokkal, meg hozzátéve a konyhatechnika, ez nagyon lényeges dolog, mert tudjuk, hogy az alkímia valaha a nőknek a privilégiuma volt. Ez a konyhába zajlódik le. A táplálékok csodálatos módon ott átalakulnak. Ezeket elfelejtettük. Hát nagyon sok mindent felejtettünk el, én azt hiszem. Viszont amit látok most a külvilágban, hogy Arimán és Lucifer nagyon nagy szövetségben most ilyen lehengerlő módon rohangál a Föld körül, és gyakorlatilag birtokában a tömegkommunikáció, az újság és minden, és olyan sugallatokat mond az embereknek, hogy szinte már a fél ország reszket a félelemtől, ahelyett, hogy elkezdene gondolkozni az egyszerű paraszti logika szerint, mert már lassan ezt is elfelejtjük. Hát én ezt mondtam mindig, hogy ébernek kell lenni. Az éberség a legfontosabb. Például az első védő oltást Jenner készítette, egy angol gazdálkodó, az egyszerű megfigyelése volt az éberség, hogy a fejő lányok, asszonyok nem betegszenek meg a himlővel. Tehát akkor a himlő dúlt, és tudjuk, hogy milyen komoly elváltozásokat, sőt halált is okoz, a fejőnőknek meg kutyabajuk. És akkor rájött, hogy a tehenek tőgyén is vannak hólyagocskák, mint az emberi himlőnél, és akkor ő egyet fölszakajtott, és megkarcolta a saját fiát, és azutána az emberi himlőre ellenálló lett. Tehát nem orvos készítette az első védőoltást, de az orvosok is tudnak, hát a nagyapám kint volt a Donkanyarba, jött a hastifusz, az erdőbe, a sátorba a tábori orvos elkészítette a védőoltást, leoltotta a katonákat, és túlélték a háborút,
úgy, köszönhetően nagyapám százados volt, hogy ő nem vette elő a fegyvert, amikor az orosz körbezárta őket, hanem mindig előre küldött néhány zsák cigarettát, egy-két demizson pálinkát, és az orosz szépen szétnyílt, és hazagyalogoltak az embereivel. Tehát békével is lehet egy háborúból kijönni. Ez nagyon érdekes, és ez a huszkítákra jellemző. Tehát gyakorlatilag ez a náció, akit mi magnépének hívunk, és azért itt a Kárpát-medencében áll a jó Istennek sokan vagyunk, egész más szellemiséget képviselünk, és ami a legfontosabb, azt hiszem, hogy te is ilyen tűzkörbe hordozó vagy a Földön, és a lelkiséget árasztod magad körül, hogy ez a dolguk. Igen, ám csak ugye ez a sötét erő így szövedékként körbefon bennünket, és nagyon nehéz megtartani a hitünket, és emlékezni az ősi erényre. Pedig ez a legnagyobb erő, amit kaphatunk. Hát nekünk egy alapvető feladatunk van. Tehát minden részlet mellett. Defoe az egyik legnagyobb történetírónk, tehát nem csak a Robinson Crusoe-t írta, ő a magyarokról röviden ezt írta abba az időben, hogy a magyarok egy kutya nemzet, mindig egymásnak mennek. Hát milyen jó, én végigolvastam a történelmet, folyamat a királyokat később, mindig az volt a bajunk, hogy egymásnak mentünk, még mikor a legnagyobb külső támadásoknak is volt kitéve az ország. Mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha összefognánk, semmi több nem kell, hát akkora erő lenne ebbe a népbe, mint a csoda. Ezt én értem, csak kivel fogjak össze? Aki a bizonyos oltásért plusz bezsebel 20%-ot, vagy 50%-ot, vagy részvényese a cégnek, mert gyakorlatilag teljesen elvitte az emberiséget az anyag. Teljesen, tehát torzzá tette őket, igaz, hogy nem veszik észre, mert azt hiszi, hogy milliárdokkal meg tudja venni az egészségét, de ez nem igaz. Hát igen, hát az Ahriman Lucifer fő tevékenysége az, hogy megtévesztés, és ez a pénzt, mint eszközt ragyogóan használja. Hát de láthatjuk, de mit ér vele? Hát az a pénz, ami ma már csak virtuálisan létezik. Hát tehát... például. Tehát most, és aki kibocsátja a pénzt, az szedi rá a kamatot is. Tehát múltkor beszélgettünk, Gergely, és azt mondtad, hogy gyakorlatilag Istent játszik az ember, mert belenyúl a szekvenciás sorrendbe, és azt se tudjuk, hogy a szója, ezt nagyon megjegyeztem, hétfőn úgy viselkedik, mint egy állat, kedden, mint egy növény, szerdán, mint egy állat, és magyar ember klónozta. Tehát, és a többiekkel is ez van. Én megmondom őszintén, én azóta nem eszem paprikát, paradicsomot, amióta tudom, hogy az egyikben skorpió gén van, a másikban meg valami, nem tudom, milyen hosszú. Hát igen, na most itt mi el vagyunk telve, magyarok, hogy mennyi új dolgot találtunk fel az emberiségnek. Azért ezzel mértékkel bánjunk, ugyanis nagyon sokat tudtunk ártani a Föld nevezetű bolygónak. Tehát nem mindig a forintális pénzügyi részeket nézzük. Tehát nekünk például a korunknak a legnagyobb problémája, hogy elindult a hatalmas szinten a génmanipuláció. Én 1990-ben már írtam erről egy komolyabb anyagot, a Biogazda egyes kötetében jelent meg magyarul, németül, akkor mi abba bíztunk, hogy ezek az átalakított élőlények, mivel nem tartoznak a természeti sorba, el fognak tűnni. Sajnos nem így van, hanem a beoperált pici kis részecskék kiugranak és átmennek más élőlényekbe. Tehát ha már valamit kipattintottunk a helyéről, az mozgékonyá válik. És innentől kezdve térdre imára, mert az
egész földünknek a genetikája, növény, állat, ember szépen kezd átíródni. Hú, tehát gyakorlatilag nagyon oda kéne, és ugye az a, az ősi tanítás, hogy amit eszel, azzá leszel. Na most, ha ilyen skorpió és gyík génekkel teli zöldséget, amire még a trifozát vagy a Monsantónak a csoda készítménye is jön, gyakorlatilag mindent elpusztít maga körül, akkor innentől kezdve nagyon nehéz helyzetbe kerül újfent az emberi faj. Tehát az első ilyen komolyabb törekvést, hogy lehet állatigént növénybe bevinni, magyar kutató végezte, itt végzett Magyarországon, tehát Németország, USA, tehát ez azóta rutinszerű. Tehát ez a megoldás. Ez tehát magyar embertől ered. Nevét nem mondom, én személyesen ismerem őt. A másik nagy probléma, hogy a glifozát nevű anyagot is mi magyarok állítottuk elő. Csak eladta valamelyik miniszter. Hát államtitkár vagy miniszter eladta 90-ben a Rompulannak, a Rompulann a Monsantónak, tehát annak a glifozát, amit ma az emberiség felhasznál, a licencia díjából Magyarország ragyogóan élne. Ebben rengeteg magyar ember dolgozott. Én is, mint diák a biológiai vizsgálatokban részt vettem, és ez gyakorlatilag hatásmechanizmusban úgy néz ki, hogy ha rászórjuk a zöld növényekre, felszívódik, lemegy a gyökérbe, és a kéntartalmú aminosavakat tönkreteszi, a növény elpusztul. Na most lett ez a csodaszója, ez nem termel kéntartalmú aminosavat. Tehát nem pusztul el. És ezt lehet permetezni, tehát eltér ez a génmanipulált szója a világ összes többi növényétől, mert a glifozát a többit elpusztítja, de ezt nem. Most kérdezem önöktől, hogy ez mekkora kárt okozott idáig a Földön, ez a manipuláció, meg a glifozát használata? Hát azt hiszem, hogy nagyon nagy kárt, mert a különböző vizsgálatoknál a magyarok, amikor vizsgálták a vizeleteket, már volt glifozát ürítés. Tehát valami tragédia kellős közepén ülünk, és innentől kezdve most még itt van ez a, az őrület a szájmaszkkal, a küldünk levelet, hogy menj oltakozni, új magyar szót is kitalálunk. Tehát valami téboly, ami per pillanat minket körbevesz. De mit lehet tenni? Hát elmondom, hogy egy nagyon rafinált rendszer dolgozik. Mert mindig azt mondják, hogy az emberi élethez fehérje szükséges. És akkor a fehérje előállítás címszavával megy a szójának az ilyen nagy arányú termesztése. Na most a glifozátban megfürdetett szója, az megy a világon szét, ez megy Brazília, USA, a főbb termesztő területek, és Magyarországra, amely mezőgazdasági ország jellegéből, ide bejön évente 770 ezer tonna génmanipulált szója. Egyetlen egy nagy előnyünk van, mert csóri nép vagyunk a többihez képest, és mi mindig a sötét barnára hőkezelt szójadarát kapjuk, amelynek a fehérjéje zömmel ki van csapva, tehát nem okoz olyan nagy kárt, mint amit például a húsa használ fel. Azért minden rosszban van valami jó. Igen, ám csak ezt a szóját megetetjük az állatainkkal, az állatokat, a húsát megeszi a magyar ember. Na most akkor kérdés, hogy tulajdonképpen genetikailag összezutyult. Na jó, az ember is kapja ám a szóját. Hát az összes húsipari, teipari termék a fagylaltig bezárólag ott van bent a szója. Tehát nem tudjuk ma kikerülni. Akkor már fagyit se lehet enni? Hát elméletileg itt tartunk. Értem, és akkor most már csak azt árul nekem el, Gergely, hogyha gyakorlatilag ilyen méreganyagokkal telített élelmiszerek kerülnek, ó, a színezékekről és az adalékokról nem is beszélünk, mert azt azért nagyon nyomják,
És ha elmondanád, hogy miért nem szabad vízsit tenni, vagy párizsit? Hát sok össze. Tehát a következő van. Tehát mi hozzányúltunk az alaphoz, a növényhez. Utána az állathoz, és akkor tömjük rá a műtrágyát, vegyszert a növényre, az állatokra pedig a gyógyszert. Tehát ez hatalmas gondot jelent. Hát én csak a főbbeket említem meg, tehát az, hogy a növényt átmanipuláltuk, vegyszerezzük, műtrágyázzuk, okoz egy sereg emésztőrendszeri problémát. Ma a kétséges, hogy a gyerek nem úgy születik le, hogy van egy vagy több allergiája. Táplálék allergiáról beszél, a többi már épül rá. Születtek le olyan kis gyerekek, és egyre több, hogy a saját édesanyjuk tejét nem tudják emészteni. Allergizálja őket. És akkor jött egy isteni szikra, az első ilyen kis gyermek Szabó Gáborka, jó 10 éve született Szentesen, a Mátyás Király utca 14 szám alatt, és olyan vagy, mint egy kalendárium. És az a gyermek már csont és bőr volt, mikor az édesanyja megkeresett, akkor meg lett tanítva a magyar tömkönyvnek arra a tulajdonsága, hogy lehet belőle tejimitációt készíteni. Tettünk bele még a tönköly tejbe tettünk egy mokkás kanál kis enzimet, ami szintén a tönköly csíráztatása során képződik. Elsőre elfogadta a szervezete, és érdekes módon fél éves korában már mindent ehetett. Tehát ez az orvosi csoda, erre rendezvény volt téve, ugyanígy tavaly volt Szlovákiában kisgyermek, ugyanígy ezzel a játékkal, arra volt rendezvény, de hát a határzár miatt nem tudtam kimenni Pozsonyba, hogy a részleteket megtudjam a kezelés eredményére. Hát egy biztos, hogy Jézus amit mondott, hogy ez az én testem, és itt a kenyérre utalt ő, mert a kenyér, az eredeti kenyér tartalmaz mindent, ami az ember számára szükséges. Erre van is régi írás, tehát a tébai Szentpál kenyérem volt, sőt a Szent Antal is, és így sorolhatnám tovább, tehát az élet, a kenyér, ha az kenyér tulajdonságú, de hát a mai gabona mit tartalmaz? Szénhidrátra van téve, össze-vissza vannak benne az aminosavak, mert mindhez hozzányúltunk. Hát ezt olyan komolyan kell venni, hogy 1940-ben íródott Villaködönnek a növénynemesítési könyve, az akkori legjobb növénygenetikus, akkor már minden magyar búzafajta megvolt gammasugár által kezelve. De most gammasugarazzák a vizet is, amit a közértbe veszünk. Igen, az megint más cél. De senki nem tudja, hogy a buborékmentes víz gammasugáron megy keresztül, tehát gyakorlatilag mérgezzük a saját szervezetünket ezzel. A sugárzásnak, tehát a növények, amikor kapnak ilyen erősebb radioaktív sugarat, zömük elpusztul, egy-kettő túléli, de az már nem hasonlít a szüleire, teljesen átlag, és más anyagokat is termel. Tehát most gyakorlatilag, amikor erről beszélgettünk, amikor sokszor beszélgetünk, gyakorlatilag buborékmentes vizet nem is lenne szabad inni. Nem? Hát nem, hát elméletileg, mert amikor elkezdték gyártani ezeket, nem vették figyelembe, hogy benne van a szennyező anyag és az élő baktérium, és a tárolás során ezek a műanyag palackok fölrobbantak. Mert az élet elindult benne, volt tápanyag, baci, gázképződés, és akkor jött a megoldás, hogy ezt a vizet így kell letisztítani, gyakorlatilag sterillé teszik gammasugár által. Viszont a sugárnak a
hatása benne marad a vízbe. Ahogy a csirkehús is gammasugár alatt megy át, abban is benn marad ez a rezgés. Tehát ez valami félelmetes. És akkor még mielőtt itt elmondanánk, hogy mi a megoldás és mit kéne csinálni az immunrendszerekkel, az én legnagyobb traumám az volt, hogy mogyorót sem lehet enni. Miért nem lehet mogyorót enni? Hát attól függ, melyik mogyoró. Mert itt van egy olyan eltérés, hogy van földi mogyoró, és van a valódi mogyoró. Tehát az olajos magvak fogyasztása egészséges, de nem szabad túlzásba vinni. Tehát a magyar népnek a táplálkozásában a növényolaj csak kis százalékba szerepelhet. Ellentétben egy spanyollal vagy olaszsal. De a mogyoró mivel van fertőzve? Hát a földi mogyoróban rendkívül komoly kórokozók megélnek, amelyek toxinokat termelnek. Nagyon erős toxinok ezek. De azt mondtad, hogy még az 50-es, 60-as években vizsgálták a bejövő árut, és most már nem vizsgálják, csak csomagolják. Persze, tehát így van. És hát esetenként, ha van tünet valahol, akkor lép közbe a hatóság, vonják vissza azokat a termékeket. Tehát ugyanis minden élelmiszer üzemnek kell lenni önellenőrzésének. Hát arra van alapulva minden, ez egy helyes megoldás, de a pénzvilága borzalmas. Tehát akkor meg lehet venni a vizsgálati eredményeket, és minden... Hát a génmanipulált szója esetében ezt elmondom, megtörtént nem egyszer, hogy úgy érkezett be génmanipulációmentes szója hajórakomány Bajára, Csepelre, hogy ott volt a papírja, hogy ez tiszta genetikai, és valójában mégse tiszta. Mert megáll Rotterdamba kikötőbe a hajó, nem kapja meg ezt a papírt, megy tovább, végül Gdanskba kap egy pénzért, egy papírt, hogy ez manipulációmentes. Hát én, ja Istenem, tehát gyakorlatilag nagyon oda kell figyelni, és lassan eljutunk odáig, hogy semmit nem lehet megenni, mert a péknek is a kenyérlisztet már lezárva szállítják, és az ördög tudja, hogy mi az, ami így felfújja a kenyeret. Hát az adalékanyag, ezeket nem tudja a köznép, tehát annyit tudunk, hogy a gyerekeink zöme elzárkózik lassan a kenyérevéstől. Mert észreveszik, hogy nem erőt ad, energiát, hanem betegek tőle. És akkor nem fogyasztják a kenyeret. Ez egy hatalmas gond. Mert a kenyérnek van egy funkciója a magyar étrendben. Eznek kellene adni szép lassan egész nap a testbe a cukrot, mert a keményítő szép lassan darabolódik, és akkor a folyamatosan a vérben megvan a cukorszint. El nem így van, föllöki a cukrot, visszaesik egy másfél óra múlva, mindegy, hogy kenyér vagy tésztáról beszélek, és utána jönnek az egészségügyi gondok, jön a cukorba és egyéb betegség. Valaha Magyarországon, még gyerekkoromban 40 ezer lakosból egy cukorbeteg volt. Ma, akit vizsgálnak, mindenki cukorbeteg, vagy az orvos előjegyzi neki szavakkal, hogy ön hamarosan cukorbeteg lesz. Ez egy jó kis szugesztió. És ez a programozás. Tehát... Igen, ez egy jó kis szugesztió, de egyébként most emelkedett a cukorszínnek az értéke, tehát 5,6-ról már Amerikában 8-ig tart, hogy 8-nál még nem diabéteses az illető. Tehát tiszta kavalkád ez az egész őrület, ami körülvesz bennünket. De térjünk vissza arra, és nem akarjuk a nézőket nagyon elkeseríteni, csak éberséget és figyelmet szeretnénk kérni, hogy mit tehetünk azon kívül, hogy tömkölylisztből kezdünk el főzni, sütni, és tömkölyből sütjük otthon a kenyeret, akár tetszik nekünk, akár nem, vagy beszállunk egy ilyen adalékadagos, felfújt őrületbe, ami két nap múlva megpenészedik. Hát nem egyszerű kérdés,
Mert például maradjunk a kenyérnél, mint alap. Van-e a tönköly szó? Itt Magyarországon fennmaradt a tönköly egy csoda folytán, ez a nemzetnek az érdeme. Ez meg lett őrizve évezredek által. Ellentétben Ausztria, Németország, Svájc, Franciaország, mert ott, amikor elindult a tönkölyprogram, rögtön átkeresztezték búzával a tönkölyöket, elveszett a tulajdonság. Mikor ez a magyar létrejött, akkor rögtön Európa első lett, aztán utána lett világ első. Na de az akkori miniszter nem a népet szolgálta, hanem mivel nem kapta meg a részesedését a tönkölyből, a magyar tönkölyből, így behozott egy Frankenkor nevezetű tönkölyt, egy hibridet Magyarországra, hogy majd ezzel tönkre teszi azt, aki magyar. Hát engemet nem tesz tönkre, csak a lakosságnak az egészségügyi állapotát. 1489-ben második Ulászló az alkotmányba foglalta, hogy minden embernek itt a Kárpát-medencében tönkölyt kell ennie. És ez 1400-as évek. Tehát az elején pontosan... De az ókorban is így volt. Julius Cézár, a szenátus, hogy tönkölyk kenyeret tegyen. A szenátus tagjai. A kori szenátusnak a tagjai, azok szinte kivétel nélkül etruszk származása. Vagyis huszkíták. Na, tehát akkor beszéljünk már magyarul. Tehát gyakorlatilag az etruszkok is huszkíták voltak. Tehát mindig itt volt a kulcs, mindig itt volt a tudás kulcsa. Csak az a kérdés, hogy a híjúság, gőg, nagyra vágyás, nem tudás, a ké és a pénz merre sodorja a nem igazán gerinces lényeket. Hát ennyire egyszerű. Igen. Na most ebbe a témakörbe az első nagy áttörés az volt, hogy a tönkölyt lecsiráztatjuk, utána aszaljuk, majd lehet szárítani és feldolgozni. Tehát van egy speciális hőkezelése, mert ez tele van enzimmel, vitaminnal, és azok nem szabad, hogy sérüljenek. Most ebből, ez le van írva a régi gyűjtésekbe, Máté Imre gyűjtötte össze ezeket, a Jótengridben két helyen is szerepel, hogy a szárított tönkölycsíra milyen kiváló hatású. A csíramálé már nem éri el azt a hatást, mert a hőkezeléssel tönkre teszik az enzimek nagy részét. Na most ez az ősi irat a Jótengridben szerepel, és úgy azért használták, hogy ne legyen rákbetegség, tehát megelőzés, vagy a rákbeteg dupla dózisba meggyógyuljon. Tehát itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy azon kívül, hogy első nap reggel elfogyasztunk egy evőkanállal, vagy ebből az új típusúból, amelyik egy koncentráltabb vitamin, ásványi anyagtartalmú, egy teáskanállal, este nem vagyunk fáradtak. Ez az első tünet. Oltás után két nappal leesel a lábadról, és fel se tudsz kelni, igen. Na most ennek van még egy másik nagy tulajdonsága, hogy az emberi hibás genetikát helyreállítja, és itt kell Jézust újra említenem, hogy ez az én testem. Tehát, mert Jézus emberi testbe volt közöttük, és aki már átment ezen az iskolán, és visszajött neki az a születéskori állapot, akkor rájön, hogy a másikban ott van Jézus, és akkor így bennem is ott van a Jézus. Hát ez az a klasszikus szeretet, amit a huszkétáktól tanulhatnánk, vagy olvasunk olyan írásokat, ami erről szól egyébként, hogy kell a szeretetet vinni, mert csak beszélnek róla. Ezek az ezozizi szentek is csak a bizniszről
tartanak előadást, mert mögötte mindig az a de mondják, hogy szeretet, meg jaj, mindent mondanak. Tehát nagyon-nagyon ébernek kell lenni, és nagyon oda kéne figyelni mindenkinek önök közül, ha ezt az adást nézik. De a szeretet nem csak egymás közötti szeretet ám, hanem a világnak a szeretete, a növények szeretete. Ha az az ember nyúl hozzá, akiben ott a szeretet, mondok egy példát. Gerendáson két termelő volt, Kis Sándor az egyik, az csupa szeretetember, és a társa együtt szántottak, vetettek, arattak. A társa az Árimán luciferi törvények szerint megszórta műtrágyával, vegyszerrel, hogy több legyen a hozadék. Neki lett 2,5 tonna per hektár termése. A másik, aki csak szerette a növényt, 8,5 tonna. És aki szerette a növényt, én tudom, hogy előtte imádkozott, miután elindította volna a vetést, és beszélgetett a földdel. Tehát óriási dolgok ezek, csak ezekre az emberekre azt mondják sokan, hogy elmebetegek, értelmi fogyatékosok, pszichés kezelésre szorulnak, gondnokság alá kell vetni, és minden ilyen őrületet kitalálnak, pedig ez a tiszta forrás és ez a tiszta út. Persze, tehát amikor az ember össze van kötve a növénnyel, az egy nagyon érdekes folyamat. Mondok erre példákat. Én kisgyerekkort az Alföld homokján egy tanyán töltöttem, ott nevelkedtem. Volt olyan év, hogy nyáron az asszonyok, az akkori asszony hajnaltól sötétig dolgozott. De volt olyan, hogy elvetették a káposztamagot, neveltek palántát, és mikor a gabona le lett aratva, gyorsan meghántották, és eldugatták a palántákat. Homoktalajról beszél, és másnap jött az eső. Ősszel lett gyönyörű káposztasorok. Másik évben nem volt vetés, nem volt palánta, nem palántáztak, és nem jött az eső. Tehát ezek az emberek nem a médiával, mert akkor se rádió, se tévé újság nem volt. Csak maximum a harangszót lehetett hallani. Ez így van. A Józsi bácsi, Marci mama a világgal össze volt kötve. Onnan kapta az információt. Hát ez egy teljes más világ volt. Az én apám is, tehát homokon gazdálkodtunk, egyik évben volt szója, gyönyörű termése volt, de se előtte, se utána többet mi nem termesztettük. Mert abban az évben olyan csapadékos, páratelt időjárás volt, hogy a szója a homokon is jól érezte magát. Tehát ez a kapcsolatrendszer. Akkor most beszéljünk egy kicsit arról, hogy ilyet kéne enni, és akkor van egy csodacsepp is. Tehát a következő van. Az ember nek a gyógyszerei mindig ott vannak a közelben. Tehát amikor baj van, akkor nem kell elmenni a szomszédba, a gyógyszertárba, a külföldre egyéb, hanem mindig ott van a megfelelő gyógyszer. Ez egy tanyán nevelkedett embernek a véleménye. Tehát az édesanyám 6 gyermeket nevelt, és semmiféle gond nem volt. Többet tudott bármelyik szakorvosnál, mert ő a saját gyerekeit jobban ismerte bárkinél. Tehát ez a lényeg. Természetesen az akkori orvos is rendkívül nagy tudású volt, mert egyszer kellett kihívni, vasárnap délbe érkezett az orvos, dr. Temesvári Ernő, egyszerű körzeti orvosnak volt titulálva, megállt az ajtóba, ránézett a bátyámra, a másik szobába feküdt, és csak annyit mondott, hogy hívjuk a mentőt. Utána ment oda vizsgálni, mert ő tudta már, hogy mi a baja. Tehát én is, mikor mikroszkóp alá beteszek egy kórokozót, vagy bármit, abban már tudom, hogy mit fogok látni. Tehát ez az ősi tudás, és ezek az orvosok így voltak nevelve.
És akkor ez a Temesvári Ernő nyugdíjba került, és jött be az első szép sebész barlang professzor Dél-Afrikából. És akkor hát a protokoll kérdezi, hogy kivel szeretne találkozni Magyarország. Hát ő egyedül csak Ernő Temesvárival. Keresik minden, kiderült, hogy vidéken egy nyugdíjas volt körzeti orvos. Hát, hogy méltó tudja fogadni, kinevezték Kiskun Félegyháza kórházi igazgatójának átmeneti időre az öreg urat, és kiderült, hogy ő 45 előtt már végzett szép sebészeti munkát. Publikálta, és az ő munkáiból tanult ez az dél-afrikai professzor. Tehát mi itt az értékeket mindig eltüntettük. Tehát itt nagyon kemény dolog volt, mert a nagy tudású emberek zömét vagy emigrációra kényszerítették, vagy pedig segédmunkára. Na de milyen érdekes, hogy szívműtétet csinál egy körzeti falusi orvos, aki, és nekem is van ilyen is orvos ismerősöm, hogy egy szál táskával lukasz cipőbe megy, és nem adja fel, és ránéz a gyerekre, és pontosan tudja, hogy mi baja van, hogy mindent eltüntetnek, és milyen világ ez, hogy gyorsan kinevezik kórházvezető, igazgató, főorvossá, mert jött egy professzor kintről. Tehát annyira nevetséges. Hát ezek a külcsinek, tehát ezekre nagyon kellene ügyelni, hogy ennyire nem szabad megalázni az embert. Tehát nekünk egy fő feladat van, hogy mindenki, aki itt él ebben az országban, ezen a földön, azzal mi össze vagyunk kötve. Szeretettel kell lenni egymás iránt, nem szabad még hangos szót se, ez az alapja. Az aggyal van a legnagyobb baj, mert az agyon keresztül a ráción, a logika nevezetű tudomány szépen bemesél mindent, és akkor onnantól kezdve átalakulunk. A tudás születéskor velünk jön. Amit tudott Jézus, tudták a tanítványai is. Ha a tanítványai tudták, akkor mi is tudjuk. Nem kell ehhez semmiféle tanrendiskola, és én elmondom még, hogy ez az őstudásnak a kinevelése gyerekkorban szépen megtörténik, és az a pici gyerek a végén azt se tudja már, hogy miért született le, milyen célból, mi az ő életfeladata, és eltelik az élete, és akkor összeomlik, és eltemetjük. Tehát nem erről szól az életünk. Tehát mindannyiunknak feladatot adott a Teremtő, de a szeretet nélkül nem megy. Tehát a genetikai problémákat, amit táplálékkal, vegyi anyagokkal, sugárzással, és sorolhatnám, okoztunk az emberiségnek, állatnak, növénynek, megfelelő eljárásokkal visszaállíthatunk. Mert azért az őseink se voltak ám akárki. Tehát említettem, hogy 1940-ben már az összes magyar búza génmanipulált volt a létkezési búzák, és ez azt jelentette, hogy rövidebb szalmájú lett, bőtermők lettek, viszont hiányzott belőlük a lizin nevezetű aminósav. De a magyar anyák szinte kivétel nélkül a Kárpát-medencébe szinte egyszerre rájöttek, hogy ez az átalakított, tehát sugárzás által átalakított búzából készült kenyér nem ad erőt a férjeiknek, a gyerekeknek, hogy dolgozzanak, fejlődjenek egyéb, és akkor szinte egy öntetűen főzték a krumplit, áttörték, beledagasztották a kenyértésztába, és a krumplinak a magas lizin tartalmával komplettírozták a kenyeret. Tehát semmi gond nem volt. Ma melyik szülő tudja ezt, hogy nincs műszere, nincs ráírva az összetétel,
és megcsinálja ezt a műveletsort. Hát ez így fantasztikus, tehát a túlélésnek az egyik kulcsa bennünk van, csak jó lenne, hogyha ezeket a kis lakatocskákat kinyitnánk az elménkben, mert hiszen én azt hiszem, hogy Kárpát-medencének túl kell élni ezeket a dolgokat. És hát, mi van, ami még segít nekünk? Tehát ez az éberség, mert itt van például kezemben ez a termék, ez is csíráztatott Tönkő Csíra ölet. És akkor ez finomabb, mint az előző, egy másik fajtáról beszélek, és ezt észreveszi mindenki. Tehát ami finom, ízletes, illatos, az a paprika ehető. A többit ne is vegyük kézbe. Én is szagolom a cégrát. Tehát minden érződik rajta. Tehát mondok egy példát, és ezen kapaszkodjon mindenki, mert igyekszünk tisztán táplálkozni. Az én közveti orvosom is, illetve családorvos, ahova én be vagyok sorolva, én választottam őt. Rosszul lett egyik évben, semmi eredmény, Szegedi Klinika agyonvizsgálja, tele van a teste növényvédőszer maradékkal. Ő maga vásárolt mindig a piacon, nem is a felesége. És akkor szépen feltelítődik a test ezekkel az anyagokkal, és onnantól már mázli, hogy vissza tud-e jönni az életbe, vagy sem. Nagy nehezen csempésztünk be neki enzimet. És akkor gyönyörűen fogyaszt. És akkor rájött, ő maga, tehát orvosról beszélek, hogy nem kell a cukrára szedni a gyógyszert. Tehát valami változás történt a szervezetébe. És ezeket szeretnénk úgy meglovagolni. Tehát ez az őscsíra rendszer, ez menne előre, csak itt is lettek butaságok. Mert megy a búzafülé, most itt ezen nagy csatáim vannak, mert mindig kértek Tönkölyt, hogy fülevet állítsanak elő. Ezt én tiltom, elmondom mindenkinek, hogy a fiatal növényben még a biokémiai folyamatok nincsenek lezáródva, azoknak a levét, levelét ne fogyasszuk. Tehát kipréselik a levet, tele van nitrit, nitráttal, nitrozoamin, tehát rákkeltő anyagokkal. Tehát nem jó a testnek. Viszont ez a csíraörlemény megint más. Na most ezek az ősi iratok, hogy csíra, ez a csíra szó, egy másik embernél, aki nem tiszta magyar, az a szembe lévő csirát érti alatta. És akkor azt kiüti a malom, mert puha rész, és ne avasodjon úgy a liszt, és akkor azt hiszi, hogy az a csíra a rákellenes anyag. Ez tévedés. A megcsiráztatott. Tehát a növekvő csíra, mert amikor vizet adok a szemhez, akkor indul el benne az élet. És akkor nekünk ezt az állapotot kell rögzíteni. Hogy a kenyeret is ledagasztom, formázom, az egy élő anyag, és a sütéssel pedig stabilizálom, rögzítem. Tehát ezeket kellene tudni. Tehát az immunrendszert ez az anyag tökéletesen helyre teszi, mert szinte valamennyi szervünkben lévő sejtre hat. Nem csak a kutikula, tehát az epidermis, a bőr, a burokrendszerek, hanem a bél sorolhatnám tovább. Tehát ennek az előállítása, tehát jó alapanyag genetikailag ki van véve, hogy melyik típus, mert egyik ebbe jó, a másik abba jó. És ezt mindig úgy kell csinálni, hogy én is ezt elmondtam, hogy ez szeléngyűjtő, én satszoltam mennyi, de be lett a laborba vizsgálva, és lényegesen több van benne, de mellette ott van a jód, a réz, a cink, a kalcium, magnézium, mert ennek a gabonának, ennek a vonalnak, fajtának az a szerepe, hogy ellássa az embert olyanokkal, ami nincs az egyéb táplálékokban.
És itt lett az egész uniónak, illetve világnak egy problematikája, mert olyan 30 évvel ezelőtt elkezdődött a funkcionális táplálékoknak a fogalma. Hogy keresünk olyan növényeket, amelyek komplettek, amiben megvan minden, ami az élethez kell. A vége az lett, hogy van egy készítmény, és abban ratata ennyi, ilyen-amolyan szintetikus vitamin, ásványi anyag szépen bele van dolgozva, és így komplettírozzák ásványi anyaggal azt, ami természetes kötésben van. Hát ezek őrült különbségek. Tehát a funkcionál, tehát mindent átír ez az Ádi-Máni törvény. Benne van a kalcium, mert mérhető, hát persze, de nem az a biológiai éppen, hatása. Éppen műanyag, kalcium, meg minden, tehát mesterségesen előállított borzalmak, és ott a másik varázsszer. Ez pedig nem több, elmondom, ez egy fokhagyma készítmény, amely eltér az eddigiektől. Azt tudja mindenki, hogy a fokhagymának van baktérium ölő gátló hatása, vírus ellenes is sok helyen meg van említve, az alin nevezetű hatóanyagot már nagyon rég kimutatták benne. Viszont rendkívül szagos, meg ha mi igazi biológiai hatást akarunk elérni fokhagymával, akkor egy-két marokkal meg kellene enni naponta, nem egy-két keresztet, azt pedig a tápcsatorna nem bírja. Ezt higgyék el nekem. De a szomszéd sem. Hát az egy másik dolog, de ennyit fokhagyma. A fokhagyma ala natur, mikor még sértetlen, semmiféle illata nincs. Mihelyt megvágjuk, reszeljük, törjük, rágjuk, abban a pillanatban elindul egy sereg kémiai folyamat a fokhagyma részbe, és képződnek a különböző hatóanyagok. Na most ezt az ükmama ükmamája tudta, hogy hogy kell eliminálni, rögzíteni. Tehát ez egy nagyon komoly feladat, a molekulát úgy rögzíteni, hogy dolgozzon, de ne legyen fokhagyma illata szaga. És ezt a dolgot ők a konyhán használták, nem gyógyításképpen, így készült az étel, és nem volt beteg ember. Tehát amikor kezdünk egy dolgot összehozni, akkor mindig végig kell menni a történeten. De a konyha technikáig bezárólag. Én több ilyen dologban bent voltam már, ami fejlesztés, és nem szabad változtatni ezeken a dolgokon. Tehát én azt láttam, hogy ezt amikor elkezdtük, ez 5 évvel ezelőtt indult folyamat, hogy a különböző vírusbetegség, influenza-szerű tünetek, egyéb, tehát helytel. Herpes, hepatitis, HPV, övsömör, tehát ezeket nagyon jól fogja, rendkívül gyors hatása. Tehát nem kell fél évig fogyasztani egyéb, nem kell belőle nagy mennyiség, mert ez a másik, a dozírozás. Mert a régi kuruzsló, mert nem volt akkor orvos, az hatalmas tudással kellett rendelkezni, tudnia kellett, hogy kinek mit, mennyit, hogyan adni. Hogyan van az a tea forrázva, vagy főzve készítve, de minden ilyen apró részletekben rejlik. És akkor ezt használtuk, és nagyon érdekes dolog jött ki. Hogy van egyes embereknél a hatása, a pár cseppről beszél, hosszan tart, évekig, másoknál csak napokig, vagy hónapokig. És akkor jött meg a hatásmechanizmus. Tehát itt a legnagyobb problématikája a Földünknek, hogy a világot nem csak a növényvédőszerek vannak, hanem azokban lévő kísérő anyagok, az emulgátorok, szuszpendálók, ezek gyakran veszélyesebbek, mint a maga a hatóanyag. Most sok családnál láttam ezt a problémát,
vannak az új típusú mosogatószerek, azokban is bent van az emulgátor keményen, és akkor ő el se öblíti, hogy fényes maradjon a pohár meg a tányér. Ezt ne tegyük. Mint diák koromban már volt gázkromatográf, volt elmosott tányér az akkori mosogatószerrel. Igen, 16-szor öblítettük, és még mindig volt a tányéron hatóanyag. Tehát nem játék ez. Na most ezek bekerülnek a testbe, és az emberi testnek a sejtjeit egy vékony hártyarendszer borítja, és akkor ezt a hártyarendszert összeomlasztja, eldeformálja. Úgy lehet elképzelni, mint amikor egy lufi leenged. Tehát, a tangóharmonika. Igen, tehát így össze. És akkor szabadon mehet ki be minden. Amire van. Igen. Na most ebből használunk néhány cseppet, és kiegyenesedik. És akkor ezek a hártya egy pillanat alatt beáll, és se kisebbe. Mert akkor mert ennek a hártyarendszernek az a feladata, hogy csak a helyes dolgok menjenek be, a helytelenek menjenek ki. Mert valójában rettentő intelligens a szervezet, csak nem hiszük el, hiszen még mindig élünk. Igen. Tehát amennyi plusz anyagot a kutatóink feltaláltak, kitaláltak, klónoznak, átírnak, stb. Hát ahhoz képest, köszönjük szépen, még jól vagyunk. Én legalábbis azt gondolom. Tehát végül is, hogyha valakinek a teste nem annyira szennyezett ezekkel a vegyi anyagokkal, azoknál gyorsabb eredményt tudunk elérni, kevesebb mennyiséggel. A másikaknál ott már nagyon ügyelni kell. Tehát influenzára, herpeszre, egyéb mentőfsömörre a vizsgálata ennek, tehát tudtuk a hatását, és akkor jött ez a COVID nevezetű betegség csoport, mert így kell most már beszélni róla, mert annyi változata van, hogy nem tudunk eligazodni, és ebbe is helyt áll. Ugyanúgy, mint egy influenza-szerű megbetegedés. Mert hogy influenza az influenza. Egy nagy előnye van, hogy a hasznos mikrobákat az emberben nem öli. Eddigi tapasztalatok szerint úgy, tehát az orvosok, természetgyógyászok beszámolói szerint, tehát kezelték ilyen influenza-szerű vagy COVID-szerű tünetek esetén, sok esetben mért eredmények, hogy pozitívos, és két nap alatt gyógyultak, volt, aki egy nap alatt, és negatívos tesztek vannak. Néhol nem jött a negatívos teszt, kigyógyult, tünetmentes lett, de a pozitív marad a teszt. De hát ez tudja mindenki, hogy a tesztelésben vannak mindenféle variációk. Problémák, meg igen. Hála Istennek azért még a világháló működik, úgyhogy olyan információk jönnek, Gergely, hogy az embernek a haja égnek áll. Én egyet tudok, a beteget meg kell gyógyítani. Tehát ez a szabály. Ezt édesanyám tudta ezt mindenki abban az időben, mert elmondom, hogy a mi gyerekkorunkban alig-alig volt orvos. Főleg szakorvos. Ma meg csak szakorvos van. Tudom. Hát most már teljesen... Tehát tulajdonképpen az a cél, hogy mindenki éber legyen, mindenki figyeljen oda, és figyeljen arra, hogy milyen dolgokat, mivel táplálja önmagát, mivel táplálja a testét, a lelkét és a szellemét. És hogyha ezt igazán fókuszba helyezünk és figyelünk rá, akkor garantált a túlélésünk. Hát én nagyon köszönöm, hogy... Még azért röviden befejezném, tehát ezzel a sejthártyákat tesszük, meg működő képessé, szinte azonnali hatás, a másik készítménnyel meg az immunrendszert. Mert most az a bajunk, hogy a vírus közvetlen is, meg közvetve is az oltások által, ez tönkre teszi az immunrendszert. Tehát itt főleg az oltottaknak kell erre ügyelni, hogy visszaállítani
a rendszer. A rendet. Hát én nagyon köszönöm, hogy bejöttél. Én azt kívánom neked, hogy a magyarok istene segítse tovább az útadat, és azért nagy boldogasszony köpönyege is védjen, mert ismerjük az Arimán és Lucifer erők hatalmát, és tulajdonképpen minden kutatót féltünk. Úgyhogy... Hát azért nem kell félteni, mert a Teremtő úgy adta gyerekkoromban, hogy a papunk az egy páros pap volt. Csólyosi úton laktunk mi, és a Szentkúti kápolnába egyetemista koromban is még iperített ez a pap engemet, tehát amit nem tudtam a lényekről. Utána később Várszegi Asztrik, Cilil atya, nem sok, tehát mindenki foglalkozott velem, hogy a isteni utat tudjuk. Nem hinni kell Istenbe, tudni kell. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és remélem, hogy egy hónap múlva ismételten találkozunk. További szép napot kívánok Önöknek, tessék szíves lenni, gondolkozni az elhangzottakon, viszontlátásra! Viszontlátásra!